Tiszteltel köszöntöm valamennyi kedves nézőnket. Olyan meccset látnak az NB1B piros csoportjában kosárlabdában. Két olyan gárda játszik, akik régi ismerőseink, hiszen Budafokot és a TF Budapestet is rendszeresen közvetítjük. Ezen a mérkőzésen harmadik a Budafok és hatodik a TF. Az dől el, hogy maradnak-e standarden bent a legjobb nyolcban. Hát a Budafoknál ez nem lehet kérdés. A kedvező konstelláció esetén a TF is előreléphet, és szerencséjük, hogy a mögöttük álló csapat Baja vagy a Prima BKG ellen az összevetésben jobb a TF. Viszont nagy hiányzók mind a két oldalon. A pontkirály Ivosev Tamás betegség miatt nem játszott a TF csapatában. 25 pont, 10,4 lepattanó, viszont a kiváló tripladobó Mészáros Bence és a nagyszerű irányító, a fiatal tehetség, utánpótlás válogatott kerettag Lados Erik is egy enyhe hajdászkodás miatt nem játszott, tehát hiányzók mind a két oldalon. Nézzük a kezdő ötösöket, ahogy elnézem, már felállt talán a TF kezdő ötöse, és akkor Timko Norbert, 13-as a Beák Gábor a csapat kapitánya, 25-ös Cura Attila, 0-ással Somogyfoki Péter, és 11-essel Karosi Gergely kezd, még a hazaiaknál Varga Dániel 13-as, Puszta Dávid, természetesen Puszta Dani, Puszta Dávid 24-es, Kovács Soma 11-es, Kis Mihály Barna 5-össel, és Horváth Márton a nagyszerű centel 33-assal. Amint idősebb Várkoltai Károly, a Budafok, a BKK kosárlabda klub alapító tagja, egyik elnökségi, hosszidék elnökségi tagjaknak két fia és unokája is itt játszott, illetve fia most is edzősködik Budafokon. Karcsi bácsit személyesen is ismertem, lelke volt a kosárlabdának, minden mérkőzést megnézett, és hát mondom, a Várkoltai dinasztia pedig unokáktól bezárólag a Budafok nagyszerű tagja, és remek eredményeket értek el. Karcsi bácsi emlékét örökké megőrizzük, miközben egy csodálatos triplával nyit a TF, Beák Gábor. Tehát még egyszer mondom, azos vagyok a két edző nevével a csapatoknál, Ferenc Gábor, a másodedző és Károly Máté a hazaiaknál, míg Vladimir Baszki munkáját Nagy Bálint segíti a TF-nél. Tehát még egyszer mondom, mind a két csapat most a nyolcas tagja, egy remek labdaszerzés után 2-1 megy a Budafok, és Varga Dániel kezéből kicsúszik a labda. Beák szóló a túloldalon, Beák Gábor szépen csinálja, fölviszi, és nagyon szép pontot dob. A nagyobb tét talán a TF-et nyomja olyan szempontból, hogyha nyernek, akkor stabilizálják a helyüket a legjobb hatba, nagyszerű Varga Dániel lefordulás közben. Még a Budafoknál, 11-6-nál talán nem akkora a tragédia, ha esetleg ők nem nyernek. De hát Károly Mátét ismerve, meg Vladimir Vaskit, mind a két csapat csak is, miközben Somogyfoki tripla, csak is a győzelemre tör. Kovács Soma, Soma megindult, Kovács, Varga Dániel, Varga Dániel fölteszi középtávolról, jó! Rutinos játékos, tudja ezt, puszta, beteszi oda Horváth Mártonnak, és Timko mellett nem tudta feltenni Marci, másodjára azonban, igen. 8-8, Somogyfoki Péter. Ő valóban egy tehetséges fiatal, 22 esztendős lesz, 10,9 pont, 3,6 lepattanó, 39%-os cukla, nagyszerű puszta labda szerzés, leteszi Varga Dániel. Gyönyörű, szép Varga Dániel pont. Szép támadás végén. Letámadás, Kis Mihály Barna, Beák segít áthozni Curának. Cura, Timko megy a palánk alá, Beák be is löbböli ott is, és ott van Timko pontja. Szép pont. 11-10, Vladimir Vlaszky, a védekezés fontosságára hívja fel a figyelmet, Horváth Márton. Kis Mihály bejátszott a Kovács Soma, ráfordul, szép pont. Yeah! 13-10, Somogyfoki gyönyörűen viszi el, hát szép pontokban nincs hiány. 13-12. És egy gyönyörű szép Kovács Soma tripla. De 6-12, miközben Beák megy végig, bedobja a 16-14, és még dobhat egyet Beák.
Puszta Dávid. Kovács Csaba. És kiváló tripla dobó. Második triplája. És ez a labda megint Somogyfoki és Somogyfoki. Nagy Somogyfoki szóló végén. Nagyszerű, úgy, Somogyfoki szóló pont. Egy Czulaszeres a Somogyfoki, megint egy Somogyfoki szóló, ez nincs benne. Viszont megszerezte Karosi, bravúrosan Czuránok. Beák Somogyfoki, triplára vállalkozik. Ez benne van. És érkezett bizony egyessel. Kopasz Bálint. Ó, hogy mindent ez a tripla. Kismiá indulhat. 3-3, Kovács Soma. Puszta elvállal. És ez a tripla is benne. Elképesztő tripla formában most a Budafok. 3-43, egy újabb tripla. Kopasz. Tehát telik a támadidő, el kell dobni. Ez nem jó, de leszette. Kopasz. Czura triplára vállalkozik. Ez viszont jó. Itt van Tuza Zsigmond, és itt van Verbényi Kálmán. Régi budafoki kosarasok is megtisztelték jelenítik a meccset. Puszta, újabb tripla. És ez is jó. Vladimir Vaszkimester hangos szóval intonálja övéit, és egy szép középtávoli Czura Attila. 28-25. Horváth Márton puszta, onnan elvállalhatja, de most figyelte, nagyon Czura piócaként tapad rá Horváth Márton. Puszta, jó bejátszása a Kovács Csoma. Ej, nem lett volna rossz, Horváth Márton pedig. Nem volt rossz, hanem belesimogatja a gyűrűbe. 32-26. Jelzem önöknek, amikor egy perc lesz hátra, és ez ebben a minutumban következik el. Czura kiteszi triplára, Kopasz Márton, gyönyörű tripla. Elvállalt a Kovács. Ez lejön, és egy hosszú indítás. A másik Kovács, azaz Soma. Ő is kihagyta, és az ő kezéről jön le. Hűha. Czura eldobja, és bedobta Czura, bedobta a túlvilágra ezt a triplát, elképesztő triplával, 32-32. Kopasz, szép betörés, jó labda Timko, hát ez be fogja dobni, és Timko be is dobta. Kovács, hát ha nem támadják, akkor ő bedobja, így van. Kovácsban van annyi a klassz is, hogy ezt ha nem támadja középtávolról, elsüllyeszti. Kopasz. Timko, ő is elvállalja, és ő is bedobta. Kovács Soma. Kovács Soma. Szépen kanyarítaná vissza, de Horváth Márton teszi fel a pontot a díjre. Végül is. 36-36. Czura. Czura. Két ember kezei között áttett. Egy nagyon szép támadás végén. Kovács dobja be. Két pontos vendégelőny, Puszta kiütik a kezéből, de megszerzi Puszta, aztán jól teszi Fehér Csabának. Fehér Horváth Márton ez hicse. Horváth Márton be is dobja. 38-38. Nem tudnak ellépni most a csapatok egymás mellől. Czura, jól védekezik most a Budafok. 7 másodperc. Czura, ez nagy szóló eddig. Kovács. Szép pont. Karosi. Kopasz. Czura. Megindult Czura. Nem dobta be. Viszont remekül szedte Varga Dani. Aztán jó indítás. Kovács Csoma, Kismiály. Szép szóló. Jó passz. Beák. Nem ment be. Kovács Csoma. Puszta Dávid triplára vállalkozik. És bedobta. Egy most két ponttal a Budafoknál az előny. Mondom, hogy egy hektikus csata ez. Somogyfoki, Somogyfoki. Beák szépen válik emberéről le, mint érett gyümölcsefáról, puhán elegánsan dobja be. 43-43. Karosi, Somogyfoki. Bobocsel.
Szépen varázsolta oda, és kopasz ki tudta ezt is hagyni. Atya Isten, miket hagynak ki most tényleg. Ezt viszont Varga Dani be fogja dobni, így is van. Kettő darab pont a Budapok előnye. Klós próbál elmenni ott a szélen, aztán egy váltás Kis Mihály barna, most már Kis Mihály szépen tör be, és szép pont tör be. Egy váltás után Timkó kezébe varázsolja, nehezen szedték össze, 5 másodperc, Cura fölteszi, gyönyörű szólókon, Cura Attila. Gyere, 47-45, Siklós Olivér. És labdaszerzés, Karosi egyenlíthet, és Karosi zsákol. Egyenlített a tér. Kis Mihály barna. Kis Mihály, még mindig Kis Mihály. Most Siklós, ott a folyosó előtte, betör, és nagyon elegánsan dobja be. 49-47. Cura dobócsere indul. Bejátsz a Timkónak, Timkó kezéből kivarázsolják, ott még visszaszerzik, és Cura, ó, ez bravúros pont volt. Már a veszett fejszény elét ragadta meg újra a TF, és egyenlített. Újra Somogy Foki. Az irányító hozza át, aztán megy váltás Curával. Talán Kalán most nem érkezett be, játékos Cura egy triplát dob, és ezt bedobta. Átvette a vezetést. 52-49-re a tehetséges fiatalok. Budapest. Fehér Csaba. Egy kis tripla erőse megy a szomszédba, most azonban középre teszi Varga Dániel. Szép pont. 52-51. Varga Dániel. Fehér Csabát inti higgadságra Károly Máté közben. Karosi. Cura. Ez nem volt jó. Veszett persze nyele, és aztán Puszta Dávid indult, Kis Mihály, szépen teszi fel, 53-52. Berk általában higgadt büntető dobó, ezt most kihagyta, de Timko összeszedte, és aztán behordulja, így jobban járt a tér. Hiszen 55-53-ra ők vezetnek, de végig támadhatja a felédék az időt a Budafok, 55-53. Jó védekezés kell a TF-től, és hatékony támadásba fejezés a Budafoktól. Puszta, Kis Mihály, rossz labda, és könnyedén húzta el Karosi, lejárt azonban a negyed. A Kovácsom, nem, Puszta Dávid, nem lehet megállítani Puszta Dávidot. Puszta ránézésre és nagyon eltökéltnek tűnik a mai meccsen Dávid. Persze minden meccsen az. Kis Mihály barna a középtávolról nem tud hibázni. Megindul, kiteszi Beák a triplára. Ez életveszélyes közelség, Beák Gábornál be is dobta. Karosi szép labdájával Somogy Foki kihagyta. Másodjára adja ki Somogy Foki, aztán reklamál egy sor. Puszta Dávid, ő is kihagyta. És Beák, majd Cura. Somogy Foki, 2-1-ben leteszi, Karosi pont. Szép támadás végén, szép pontot dob a TF. Karosi Gergő, Timko Norbert, kiszorítva a palánka oldal, ott van Cura. Szépen osztotta le Karosinak, aki megbedobja a triplát. 8 másodperc, Horváth Mártont megelőzték. Beák indít, 3-2-be viszik a labdát. Szépen osztották le, Karosi bedobja. Valószínű időkérés lesz, így is van. Károly Máté időt kér, hiszen 5 ponttal most a TF vezet. Puszta Dávid, Puszta, szép labda, Horváth Márton. Nem jó. Somogy Foki szerel. Somogy Foki aztán megindulhat, jutalma, hogy dobhat esetleg egy zicsert, és bedobta Somogy Foki. Először a meccs folyamán 7 ponttal vezet a TF. 7 ponttal még egyik csapat sem vezetett. Somogy Foki. Somogy Foki. Szép ívű dobással bedobja.
szép csere jött. Tehát Soma, fehér, tripla. Lejön. Szegény embert a bal szerencsés tripla sorozat is húzza. Kovács, nagy betörés. El kell dobni fehérnek. És ez bent van. Hú, idegnyugtató triplát dobott fehér Csaba. Cura. Szépen tette fel. És beák, Somogyfoki. Somogyfoki szépen indul el. És kiszűrődött a Kismiály, remek labdaszerzés, 3-1-be Kismiály, ő 1-1-be oldalán. Nagyszerű. Somogyfoki. Cura. Egy kicsit játszottak még az idővel, 10 másodperc. Cura. Somogyfoki tripla. Nem dobta be. És az érkező Karosi beduplázza. 75-65. 11 másodperce van a Vidafoknak, hogy csökkentse a különbséget. Ez nem sikerült. És még 3-4, Somogyfoki végigteszi, Karosi. És kihagyta az ittet, Karosi. Így 10 pontos előny a Vidafok ellen, a TF Budapestnek. Hát kérem szépen, megint megtalálja a közönség mindkét oldalon játékvezetőket. Nagyon sok ilyen furcsa megállás van. Mindig Kismihály dobolcsa után triplára lép. És be is dobta. Rettenetes triplával kezd a Budafok. Már rettenetesen nagy úgy gondolta, hogy rettenetesen fontos. Cura helyzet. Uram, mert kiharcol magának egy dobóhelyzetet, és be is dobja. Remek szólójában 77-68. 9 pontos különbség. Kovács, Kismihály, előbb remek triplát csülyeztette, most Fehér Csaba dobolcsele után dupla lehet. És Fehérbe is dobta. Kovácsiket mondott, Somogyfoki Cura. Karosi Gergely, persze szabadon volt, és onnan el szokta vállalni, most nem ezt tette. Cura, Karosi, most újra ott van. És ezúttal is bedobta. Kismihály. El kell dobni, mert telik az idő, és ez nem, nagyon nem jött be. Kovács összeszedi, és bedobja. Szalta együtt. Kovács Csoma a nagy küzdő. Vissza Dávid. Kismihály. Budafoki közönség rákezd, és Puszta Dávid is rákezd. Kismihálynak tesz egy tripla biztos helyzetet. Kis nem dobta, de Kovács Csoma bedobta. 85. 5 pont lett a 11 pontos hátrányból. Cura. És Kismihály bravúros labdaszerzés. Puszta, egész közel zárkózhat a Budafok. Erővel biztos, hogy bírni fogják a piros fejeteket. Kovács Csoma, nagyszerű tripla. És 2 pont. Eufórikus Budafoki biztatás, Karosi is eladják a tolatókat, eladnak 11 pontos előnyt, kérem szépen. Mert akár fordíthat is a Budafok. Elképesztő! Siklós. Puszta. Siklós. És bedobta. Óriási triplával fordít a Budafok. Kérem szépen, 11 pontos hátrányról, most már 1 pontos Budafok jelöl. Euforikus öröm, és támadó falkot fújna. Elvesztette a fonalat a TL Budapest, Vladimir Vaski azonnal időt kér. Egy ponttal a Budafok vezet, innen folytatjuk, hatalmas hangulat a csarnokban. Horváth. Kismihály. El kell dobni, és bemegy! Utolsó Dudaszok percében lejáró támadóval bedobja Puszta. 84-80, és támadó fel, Somogyfoki ellen. Fúha, te
teljes rövid zárlat a TF oldalán. Kérem szépen, a Budafok produkált egy 14-0-ás rohanat. 3.47 a vége előtt semmi. Tempó. Tudatán többet várnánk a palánk alatt, jóval. Somogy Foki. Ő bedobja a triplát. 3 percen belül vagyunk, egy pontos Budafoki ellen. Kovács Soma, Kis Mihály, Horváth Márton. Kovács Soma elvállalja a triplát, és bedobja. Van egy második lehetősége azért, bár őt nem, mert és a büntetődobás miatt szeretik és tisztelik Budafokon. A második azonban bent van. Öt pontos különbség. Ez így 2-6-tal vége előtt jelentőséget tűnik. Beáll. Gyönyörű idő triplán. Viszont ez már is csak 88-86, már is csak 2 pont. Puszta. Horváth. Kovács Sanyi. Horváth. Szép labdát kapott. Négy pontos Budafoki előny egy remek mérkőzésen, fordulatos meccsen. Labdaszerzés, Puszta Mári, jó indítás, Kovács Csoma, és a labdaszerzés. Fura, Beák, Kovács is elvállal egy triplát. Ez is bent van. '92-89, nagyon izgalmas, a végén, egy húszal a vége előtt, 3 pont. Puszta. Ó, Beák Gabi, olyan amerikai futballista módjára a derekánál fogva fogta a Puszta Dávidnak. És bedobta. 93-nál. Második kimaradt. 93-nál. Beállt. Jól sütlák segítenének a TF csapat. Tinko. Elvállalja. És nem dobta be. A lefasztalja a Siklós a lövére. Lehet, hogy kulcsú ment. A Kovács bedobja, eldőlt. És Kovács bedobja. Időkérés. Gyors triplával lenne esélye. Tinko. Nem hagyják mozdobni. Beák elvállalja. Nem jó. A lapattal megvan. Kovács, ő is elvállalja. Ez sem jó. Ő Csiklócsolód érje a labdát. Beák nyúl oda. Szabálytan 35,5 másodperc. A meccs eldőlt. Másodperc, igen. 96-89. Most már nem két triplánya különbség. Szabálytan Kis Mihály. Elvállalni a triplát, hiszen el kell vállalni, és be is dobták. Kovács Csoma, és már is túl a szabálytalan. Ez a lehetőség van. Odaütni, és hát, ha kihagyják a büntetőket. Ez tényleg most már az idegnyugtató. Az íre ott van a pont, már csak meg kell erősíteni. És Kovács megerősíti. 97-95. Ha bedobja, két triplányi lesz a különbség, és alig egy támadásnyi ideje marad a TF-nek. 98-95. Nincs más át, hogy jó tripla, vagy szabálytalanságok, szabálytalanságok. Szura. Szura. El fogja dobni, elhár. Rövid, vonalra lépett, és eldölt a meccs, Kovács. Csak végig kell játszani a Budafoknak, nem kell pontot se dobni. Le is pattogtathatják, de nem fogják tenni, mert letámad. És faltolni fog, persze faltolni fog Csura, hiszen hát, ha kimarad, megint a budafoki büntető. A budafoki közönség vastapsa már megelőlegezi egy győzelmet. Így főleg, hogy van a második, 7-kor. Most már a két tripla nem is elég. Somogy Foki, hát ő vezette ki a labdát.
és a TF-nek adják a labdát. Tinko. Hát kell vinni valakinek, dobnia kell gyorsan, például Curának, ez rövid. Somogyfoki még megy a labdáért, megszerzi, de Kovács Csomszerzi meg, Varga Dani. Kovács Varga, szép játék. Ez már nem érve voltam az otthonat. Megadják 99-92. A rulatok úgy nyelte ezt a meccset, hogy 10 pontos hátrányban volt a harmadik negyed végén, és 11 pont is volt a negyedik negyedben, de megint igazolták, milyen az a budapesti szív és küzdeni akarás. A TF 3 negyeden keresztül jól játszott, sőt a harmadik negyedben sokkal jobban játszott, mégis a véghajrát nem bírták. Gratulálok Károly Máténak, 12 győzelem, 6 vereség, a legszebb álmékat is felül a harmadik helyen a tabellán a Budafok és a Hepkupa 4-es döntőjében. Mégis azzal kezdeném, hiányzott Lados és Mészáros, velük mi a helyzet? Szerencsére nem súlyos a sérülésük, úgyhogy valószínűleg a következő mérkőzésen már tudnak játszani. Ez a 12-6, ez meg valami fantasztikus, úgyhogy még mindig nem hiszük el, hogy hol állunk és mi történik velünk. Nagyon-nagyon ott küzdöttünk megint, extra teljesítmények jöttek Siklós Olivértől is a padról. Ez a zóna megfogta őket, és megint védekezésre tudtunk meccset nyerni itt a 34. negyedben. Szerintem nagyon nagyot mentünk, és próbálunk tovább menetelni az bajnokságban. Hála Istennek ma kijött a lépés végre. Az utóbbi időben hazai pályán főleg szenvedtem a triplákkal, olyan jó százalékkal nem mentek, de most úgy kezdtem el a meccset, hogy megpróbálom nem túl agyalni a helyzeteket, hanem egyből elvárani, és bementek ma, hál' Istennek, kellettek. Egy újabb olyan mérkőzést nyertünk meg, ahol nagy hátrányból tudtunk visszajönni, ez a csapat erejét mutatja, a kémiáját mutatja, azt, hogy tényleg nagyon egybe vagyunk, és egymásért küzdenek a srácok minden mérkőzésen. Hát igyekszünk teljesíteni az elvárásainkat, ami ugye az első négybe kerülés az alapszakaszban, ez egyelőre nagyon jól is haladunk vele, emellett most így a Hepkupa döntőbe kerültünk, ugye a 4-es döntőbe, ez is egy nagy eredmény nekünk, és mivel esélyesként tekintünk rá, azért ez is egy nagy elvárás, meg nagy lehetőség. Éreztem, hogy kicsit döcög a támadása a csapatnak, és megpróbálom ilyenkor a támadó lepattanókkal visszazökkenteni a csapatot. Sikerült is. Köszönöm, második esélyt adni támadásokra, néha harmadikat, faltokat kiharcolni. Én úgy gondolom, hogy ha ezt a küzdést be tudjuk mutatni a Hepkupán is, megint bebizonyítottuk ma is, hogy mínusz 10-ről, akár néha mínusz 20-ról is meccseket fordítunk, ez azt jelenti, hogy ez itt mindenki szereti egymást, egymásért küzdünk, a Hepkupát meg akarjuk nyerni, nincs mese. Ugyanígy kell játszanunk, és akkor talán sikerülni is fog.